A magánszemélyek mellett az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is elkészíti idén az adóbevallását a NAV. Azoknak, akik alkalmazottként dolgoznak, nem is kell tenniük semmit, mert a munkáltatójuk által leadott adatok alapján az adóhatóság munkatársai összeállítják a bevallástervezetet. Az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek viszont meg kell adniuk, hogy milyen bevételeik voltak 2019-ben. Már hozzáférhetnek a 19 SZIA bevallás webes kitörtő programjához, ami a legegyszerűbben a NAV SZIA oldaláról érhető el. Így otthonról az elkészített bevallás kényelmesen elektronikusan beküldhető. A NAV felületet azok is használhatják, akik nem az ügyfélkapunk keresztül nyújtják be bevallásukat, sőt a bevallást továbbra is ki lehet tölteni az általános nyomtatvány kitöltő program segítségével, valamint papíron is. Miután az adóhatóság szakemberei elkészítik a bevallás tervezeteket, érdemes azokat leellenőrizni. A NAV által elkészített tervezeteket majd március 15-től lehet megnézni az ügyfélkapunk keresztül, illetve akiknek nincs ügyfélkapujuk, azok március 16-áig kérhetik a tervezet postázását többféle módon, SMS-ben a 0633444304-es számon, levélben, a BEF-terv formanyomtatványon, telefonon a 1819-es hívószámon, személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint a NAV honlapján elérhető űrlapon. A bevallásban ugyanúgy, mint eddig, most is lehet 1+1%-ot felajánlani. Ezt egy civil szervezet és egy egyházjavára teheti meg bárki. Erről a bevallási tervezetben külön kell nyilatkozni.